20 kilót lehet fogni. Egy bottal 70 éven felül. Tavaly megfogtam már májusban a 20 kilómat, és utána kiváltottam a második fél évet. Abból már nem fogtam csak egyet, egy halott. Volom István mutatja a kamerának, hogy a tengeri kukorica salival a hét mindennapján horogra tudja csalni a halakat, itt a nyíregyházi bújtosítónál, ahol a horgász szerint szinte mindenféle halat lehet fogni. Úgy látja, a csapadékos időjárásnak köszönhetően jó a vízállás és a halállomány is bőséges. Meg lehet fogni a halatnak. Nem azt mondom, hogy minden eset, minden nap megfogjam, mert én nem panaszkodok legalább is. Meg sokan így vonnának vele a témában. A Sporthorgász Egyesületek vármegyei igazgatója szerint a halak és a horgászok is jól érzik idén-nyáron magukat, bár a folyóvizek állásának ingadozását a horgászok általában nem szeretik. A folyóvizeink szinte egyik napra a másikra áradnak, apadnak. Ez azt hozza magával, hogy egyszer zavaros a víz, nagyon sok hordalékkal gyors a víz, egyszer apadó víz van, tehát ezt igazából horgászok nem szeretik, hiszen a halaink erre többféleképpen reagálnak. Áradó vízben egyébként, amikor sok a hordalék, horgászni sem egyszerű, hiszen a zsinót telepakolja mindenféle nem kívánt dologgal, valamint a zavaros vízben a hal is nehezebben vesz észre a csalit, illetve több természetes táplálékot is tár, hiszen gondoljunk arra, hogy egy megemelkedett vízszint az a vízpartról bemossa a táplálékot a vízbe, és ezt a halaink ezt nagyon szeretik és tudják. És apadó víznél meg van egy olyan tulajdonsága a halnak, hogy ilyenkor úgymond megijed egy kicsit, és felkeresi a mélyebb részeket. Tehát ilyenkor pedig azért nehezebb halat fogni, hogyha apad a víz, mert a halaink a mélyebb részeket keresik fel, és úgymond elbújnak ez elől az apadó víz elől. Halpusztulásról szerencsére nem tud beszámolni, mondta a szakember, az idei év időjárása kedvezett a halak ívásának. Összességében azt tudom elmondani, hogy a halak szempontjából ez kedvező, hiszen a több víz az a halaknak az általában jót jelent, jobban megtalálják az életfeltételeiket. Ha most a folyók vonatkozásában közelítjük meg a kérdést, akkor is egyértelműen azt tudom mondani, hogy ez a halaknak nagyon jó az az időjárás, hiszen ugye elsősorban a pontyfélék szempontjából és a ponty szempontjából neki ugyanis szüksége van olyan ívási aljzatra, ami egyébként nem adatik meg csak akkor, hogyha van egy kis árvíz, és a víz ugye ki tud menni az árterekbe. Hát én úgy gondolom, hogy egy csapadékos tavaszon vagyunk túl. Többször volt olyan helyzet, hogy a pontyok ívásához megfelelő víz nagyság, illetve kiterjedésében is azokon a helyeken, ahol van erre alkalmas terület, meg tudta tölteni vízzel a folyó, és nyilván a nyállomány is kijutott ezekre a helyekre, holtágakba, kubikokba. Itt nyilván sikeresen szaporodtak a pontjaink, úgy, mint az ezt megelőző években, amikor hasonló időjárás volt, és ugye ivadékmentéssel tudtunk is ezekből a halakból visszajutatni. Fesztóri Sándor hozzátette, a halak szempontjából az volna kívánatos, ha július végén jönne egy árvíz, amely a halakat visszajuttatná az anyamederbe. Ha így történne, akkor nem kellene kimenteni a halakat a kiszáradó tavakból, illetve mellékfolyókból, és mesterségesen áttelepíteni a főmederbe.